Beszéljünk a Varga Juditos dologról, mert nem bírom tovább. Az egyiptomi élménybeszámolóm megvár, úgyhogy igazából csapjunk is bele a lecsóba, és elmondom a dolgokról a véleményemet. Mielőtt bárki megkérdezné, ez nem az én hajam, csak szeretném, megtaláltam a póthajamat, úgyhogy befontam már, aztán tök jól néz ki, úgyhogy így is hagytam. Szóval, nagyon elgondolkodtam azon az utóbbi időben, mikor miután visszajöttem, és kicsit felvettem a fonalat, mert Egyiptomban kurva szar az internet, úgyhogy minimális hírek jutottak el hozzám, hogy hogyan beszéljek erről az ügyről. Már csak azért is, mert ez az ügy borzasztóan fontos, és a családon belüli erőszak, a nők elleni erőszak témája nagyon közel az én szívemhez, úgyhogy semmiképpen sem szerettem volna elbagatelizálni a dolgot, vagy elvicceskedni a dolgot. És őszintén szólva, nagyon örülök, hogy rávártam egy kicsit, az ilyen nagyon felkapott híreknél szeretek egy kicsit rávárni, mert mindig kiderül valami újdonság, és mivel én nem napi szinten teszek fel videót, ezért nagyon-nagyon nehéz utána gyártani a véleményt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt kivártam, és nem árulok zsákba macskát azzal, hogy előre leszpoilerezem, hogy nem hiszek Varga Juditnak. És ennek több oka is van. Ennek az első oka pedig nem más, mint az időzítés. Most Magyar Pétert nagyon sokan ilyen megváltónak, messiásnak tekintenek, valakinek, aki végre le tudja győzni a Fideszt, akinek van ereje és esélye a Fidesz ellen. Nem gondolom ilyen megváltó személyiségnek, mások pedig úgy vannak vele, hogy ó, mikor már nem kapott elég pénzt, akkor hátat fordított, nem lojális, hátba támadja azokat, akik enni adtak neki, stb. Stb. Ezt se teljesen hiszem. Én el tudom azt hinni, hogy valakinek már a fasza ki van egy idő után a hazugságokból, meg a bullshitelésből, és egyszer csak úgy dönt, hogy akkor borítja a bilit. Én még nem döntöttem el, hogy Magyar Péter az én szememben pontosan hol van, hogy rászavaznék-e, ha indulna egy választáson, vagy stb. Viszont az biztos, hogy ő egy olyan erőt képvisel most, ami hitet és reményt ad az embereknek, főleg azoknak, akik egy nagyon billegő, nem tudja milyen pártra szavazó típusú ember itthon Magyarországon. És az időzítés az mindig egy nagyon érdekes dolog, mert Varga Judit egy olyan pozíciót képvisel az országunkban, amely nagyon kevés nőnek adatik meg. Szóval az időzítés nagyon érdekes, mert amint Magyar Péter borította a bilit, alig egy hétre rá már jött is az a bizonyos Facebook poszt, ami nem nevezte meg a Magyar Pétert. Semmi ilyesmi nem történt, csak kirakta ezt az elfelejtett tejföl nevezetű családon belüli erőszakos videóját a Varga Judit. Na már most valószínűleg nem ő tette ki, mivel egy politikusnak, de akár egy celebritásnak, nem magyar celebritásnak, hanem olyan Hollywood szintű celebritásnak. Általában több adminja van, tehát nem feltétlen ők azok, akik kiteszik a posztokat, és nem feltétlen ők válogatják ki a posztokat, és valószínűleg Varga Juditnál is ez a helyzet. Állítólag van vagy 6 embernek hozzáférése a Facebook accounthoz, szóval rajta kívül igazából bárki kitehette volna. És hogyha nőként szeretnék lejáratni egy férfit, akkor 2 darab dologhoz tudok nyúlni, ami nagyon megfogja a közönséget, könnyen elhihető, vagy az, hogy bántott a férjem, vagy az, hogy megerőszakoltak. Na már most ezzel az a probléma, hogy a valódi áldozatokat fogja ellehetetleníteni és elhitelteleníteni. Hiszen Magyarországon a mai napig probléma az, hogyha egy nőt megerőszakolnak, vagy családon belüli erőszak áldozatává válik, és elmegy, és mondjuk feljelentést tesz, hogy igazságot szolgáltassanak számára, a mai napig a közvélemény is, és a különböző rendőri bírósági szervek is eléggé elfogultak, és mint tudjuk, hogy felmerülnek ezek a miért mentél oda, mi volt rajtad, rávezetted-e, nem-e biztosak megbántad, ó, tuti, ez nem ilyen, sokan még a mai napig tartják azt az állítást, hogy a férjed vagy a pasid nem tud téged megerőszakolni. A Magyarországon a családon belüli erőszakok száma amúgy is egészen magas, tehát hogy nem veszik komolyan, el van hesegetve, nagyon komoly büntetőjogi eljárás nem szokott indulni. Nagyon sokszor egy ennyi-bennyivel megoldják, és az a helyzet, hogy nekem ebben van személyes érintettségem is. A dologban, amikor láttam, hogy a rendőr
az azt mondja az érintett, összevert személynek, hogy majd, ha vér folyik, akkor fog történni valami. És én ezt a pillanatot soha a büdös életben nem fogom elfelejteni. Itt Magyarországon a helyzet nem rózsás. És most képzeljétek el azt, hogy ti mondjuk valóban családon belüli erőszak áldozatai vagytok. És meghalljátok ezt a hírt, hogy van ez a nő, aki az ország egyik legmagasabb tisztségét tölti be, pénze van, befolyása van, emberei vannak, ha jól tudom, biztonsági őrök is körülveszik őket. Szó szerint a regnáló kormány áll mögötte, és nem tud kijönni egy bántalmazó kapcsolatból egészen addig, amíg a férje el nem válik. Ez milyen üzenetet közvetít a magyar nők felé? Hát az, hogy nincs menekvés. Mert ha ő nem tudott innen kijönni, akkor majd te. Te, akinek semmilyen se befolyása, se pénze, se senkije, mert egy bántalmazó kapcsolatnak nem feltétlen a része, de sokszor előfordulhat az is, hogy maga a bántalmazó fél elzárja a bántalmazottat, szó szerint a külvilágtól, tehát hogy leépíti a családi kapcsolatait, a barátait, munkahelyet esetleg, hogy csak és kizárólag az áldozatra tudjon fókuszálni, és a lehető leginkább megtörni lelkileg és vagy fizikailag. Tehát az ilyen embereknek nagyon sokszor nincs lehetősége, elköltözni a szülőkhöz, vagy segítséget kérni barátoktól, vagy bármi ilyesmi. Tehát a valódi bántalmazottak és a valódi áldozatok azt fogják látni, hogy itt nincs menekvés. Ez az egyik legrosszabb üzenet ever valaha, amit egy magyar nőnek közvetíteni lehet. A másik fele pedig az, hogy sok férfiban, főleg férfiban sajnos, meg fogja erősíteni azt a hitet, hogyha kiderül, hogy ez kamu, és 99%-ra biztos vagyok benne, hogy ez kamu, hogy látjátok, a nők hazudnak ezekről a dolgokról. Nézzétek meg, hát a Varga Judit is ezt csinálta. Itt hazudik, mert neki majd valamilyen származik belőle. Úgyhogy a többinek se szabad hinni, mert azok is tuti hazudnak róla, mert akarnak, híresek akarnak lenni tőle, pénzt akarnak ebből szerezni, feltűnési viszketegségük van, vissza akarnak vágni. Úgyhogy a nők ilyenek, ezek hazudnak ezekről a dolgokról. Szintén megkérdezném, hogy ez vajon milyen üzenetet közvetít, és higgyétek el, nagyon-nagyon sokszor hallom azt az érvet, hogy valaki híres akar lenni azzal, hogy azt mondja, hogy XY bántalmazott, hogy megerőszakolt. Na már most nézzünk mélyen magunkba, és próbáljunk már meg egyetlen egy olyan embert mondani, aki azzal kampányolt, hogy ó, engem megerőszakoltak, és ő ettől híres lett meg celeb. Nincs. Az egyetlen ember, aki ettől lett híres, az a Mónika Lewinsky, akinek gyakorlatilag tönkrement a teljes karrierje, még a karriere kezdetén nagyon fiatalon. Tehát épp, hogy elkezdődött, tüty, ennyi volt belőle. És nagyon érdemes visszanézni arra az esetre, mert ott is ő lett hibáztatva. Függetlenül attól, hogy nem ő volt magasabb pozícióban, hanem a fucking amerikai elnök. Fú, én ettől az ügytől amúgy nagyon ki vagyok a Mónika Lewinsky ügytől, így nem tudom hány évvel később így retrospektívan visszatekintve a dologra, hogy na mindegy. Örülök, hogy ebből fel tudott épülni. Viszont Varga Judit ugyebár meg a Rogán művek hazudik. És külön csodálatos és kiemelendő az a nyilatkozata, mely szerint az isztambuli egyezményt felesleges Magyarországnak elfogadni. Ez egy ilyen hiszti, hogy itt jaj, muszáj ezt bevezetni, mert nálunk minden adott! Minden adott arra, hogy egy bántalmazott nő kiutat találjon egy bántalmazó kapcsolatból. Szeretném megkérdezni kedves Varga Juditot, hogy akkor miért nem sikerült eddig? Hogyha az országban minden adott, és neked még pénzed, meg befolyásod is van, hogy a jó büdös anyámmal nem tudták jönni egy bántalmazott kapcsolatból? Hiszen a te állításod szerint minden lehetőség adott hozzá. Pont neked nem sikerült? Nagyon érdekes. És miért valaki belekötne az isztambuli egyezménybe, ami pontosan erről szól, a nők elleni erőszakról szól? Csak azért, mert ratifikálunk egy egyezményt, ez nem jelenti azt, hogy aláírom, és másnap itt világbéke,
Minden tökéletes, minden kész, minden megvan oldva, minden remek, minden szuper, soha többet egyetlen nő se fognak bántalmazni sehol. Természetesen ez nem így működik, viszont az, hogy ratifikálsz egy ilyen egyezményt, fel vannak sorolva dolgok, amiket x idő múlva el kell érni, és ezek a dolgok számon kérhetőek lesznek. Úgyhogy ezért is baromira fontos lenne egy ilyen egyezményt ratifikálni. Főleg egy olyan országban, ami állítólag ilyen demokratikus, meg előremutató, meg mit tudom én, mert hogy ez így segítene az ország lakosságának a felén, mert hogy Magyarországnak körülbelül a fele az nőkből áll, és ez nekik fontos lenne. A negyedik dolog, és ez csak inkább ilyen kis, te mint keresztény konzervatív nő, hone leány, olvastad a Bibliát? Csak úgy kérdezem. Én olvastam, nem volt egy nagyon érdekes olvasmány, őszintén szólva, átkillódtam magam rajta. Az a rész, hogy a nő felette az ura, azaz a férje rendelkezik, annak melyik nem érthető. És persze tudom, ilyen esetekben nem szabad szó szerint venni a Bibliát, hiszen az csak akkor kell szó szerint venni, hogyha az én ideológiámat valamilyen módon alátámasztja, de ahogy találok egy olyan passzust benne, egy olyan mondatot, egy olyan 100 oldalt, ami szembe megy az én ideológiámmal, onnantól kezdve csak átvitt értelembe kell, sőt, a kedvenc érvem, jaj, az a része már nem számít. Aha! Tehát cseresznyézgetünk valamiből, amire egy teljes ország ideológiáját húzzuk föl. Kérdezem én, mert hogy egy keresztény konzervatív szemléletben nincsen olyan, hogy családon belüli erőszak. Ami nagyon durva, és nem értek vele egyet, de hogyha valaki ennyire tolja ezt a család, a gyerekek, a házasság, a kereszténység, a ideológiát, akkor egy, neked elválnod se lett volna szabad. Mert a keresztény vallásban nincs ilyen, hogy válás. Akkor se, hogyha férjed, az gyakorlatilag félig agyonver. Kettő, a Bibliában nincsen ilyen, hogy családon belüli erőszak. Te, mint feleség, mint tárgy, a férjedé vagy, a férjed rendelkezik veled, és a testeddel. Szóval, hogyha a férjed úgy látja, hogy te rosszul viselkedsz, és kapsz egy-két pofont, akkor a Biblia szerint képzeld el, amire te úgy hivatkozol, az rendben van. Szóval akkor most hirtelen liberálisok lettünk? Hirtelen elkezdtünk hisztizni? Attól az ideológiától, amelynek a részei vagyunk. És tudom, hogy ez most ilyen gonosz módon hangzik, mert most ez úgy tűnhet, hogy azt mondom, hogy hát, aki hisz a kereszténységbe, azt meg lehet verni, meg lehet erőszakolni. Nem ezt mondom. Csak hogy van különbség a között, hogy a politikát, aminek el kellene választódnia a vallástól amúgy, a törvényhozást, aminek el kellene választódnia a vallástól, azt egy vallási ideológiára építjük. És utána, ha ez a vallási ideológia, hát így pont nem jön ki jól személyesen, akkor hirtelen ezt így eldobjuk. És pontosan ugyanez van például a Tóth Gabinál, ami miatt röhög rajta a fél ország, és kurvára nem érti, hogy miért. És az összes ilyen Fidesz kereszténnyel ez a baj, mert innestől kezdve én ezt a terminológiát fogom használni. Tehát van a rendes keresztény, meg van a Fidesz keresztény. És a Fidesz keresztény az álkeresztényi bullshit, ami főleg a Fidesz berkekben megy. Hogy amikor alátámasztja az én mondani valómat, akkor nagyon jó, amikor nem, akkor meg így elfelejtjük. És még egyszer kiemelném, nem normális az, hogy a törvényhozást vallási alapon hozzuk meg. Tudjátok, hol van ilyen? Fucking arab országokba, gyerekek! Hogy azért hozok egy törvényt, mert a vallásom ezt engedélyezi. Mi a fasz? Előre megyünk? Ha merre előre? A Közel-Kelet fele előre? Mondjuk igazad van, Oroszország arra fele is található, tehát hogy így útirányba rendben van. Persze ezt most kifejthetném sokkal bővebben, de nem tartozik a videó részéhez ennél jobban lényegileg, de hogy nagyon vicces ez a négy pont. És hirtelen nem csak a Varga Judit lesz feminista, hanem az összes megafonos kisasszony feminista lesz. Hát én ezen nevettem a legjobban. Az én kedvenc megafonos kisasszonyom az a Sebestyén Janka. Nem értem, hogy őt miért nem fizetik jobban Facebook hirdetéseknél, mert ott
a Dél Stefit szoktam látni, a Jankát annyira. Nem Jankát, tényleg a TikTokon, meg hogyha megjelöltök, mert ki akartok nyírni. A Jankár öhögtem nagyon, hiszen ráállítottak a teljes kormány médiát arra, hogy elkezdjék a szajkozni, hogy a Magyar Péter milyen rossz, ő veri otthon az asszony, szegény Varga Judit. És hát, aki ezzel nem ért egyet, a liberális baloldal, azok ilyen nőverő, bántalmazó, ezt nem elítélő emberek. És pontosan ugyanezt tolta a Sebestyén Janka is a videóiban. És külön vicces, hogy Janka, akiről már csináltam egy videót, hogy szerintem a feminizmus miért rossz és miért szar, hirtelen feminista lett, gyerekek. Hát ha tudom, hogy csak ez kell hozzá, hamarabb ráállítok valakit, hogy üsse meg kétszer bazd meg a Varga Juditot, hát el se hiszem. Hirtelen kiáll a női jogokért. Olyan dolgokat mond, amit egy rendes feminista is mond, képzétek el. Én olyan büszke vagyok, én nem gondoltam volna, ilyen pálfordulást a Biblia óta nem láttam bazd meg. Hihetetlen. Persze, Janka is csak addig lesz harcos feminista, amíg az őt kiszolgálja. És mondjuk az ilyen nőktől amúgy hányok. Tehát, hogy az ilyen embert? Emlős állatot nagyon-nagyon nem bírom elviselni. Hogy addig hisz egy ideológiában, egy mozgalomban, amíg az őt kiszolgálja, és éppen nem szolgálja ki, akkor súbba vágja. Sőt, akár ellene is ágál. Egészen addig, amíg nem történik megint valami olyan, ami miatt elő kell venni, és akkor nagyon jó. Persze ő nem mondja ki, hogy ez feminizmus, de az, hogy ő most kampányol azért, hogy a Varga Judit az tényleg áldozat, hogy vegyük komolyan a bántalmazott áldozatot, és hogy nem vicces az, hogy valaki bevallja, hogy őt bántalmazták, ez egy komoly dolog, ezt komolyan kell venni. Ez része a Janka által olyan annyira nem megvetett feminizmusnak. Úgyhogy köszönjük Jankának, hogy beállt a vérfeministák mellé, én nagyon boldog vagyok, köszöntelek köreinkben, persze addig, amíg ez a Varga Judit ügy el nem ül, mert utána visszamegy és gyűlöli a nőket továbbra is. Nincs rosszabb annál, zárójelbe jegyzem meg, mikor egy nő nyíltan nőket gyűlöl. Tehát a Jankánál nagyobb pikmi Magyarországon szerintem a világon nincs. A világon nincs. És akkor az utolsó szekciónkra menjünk rá, mert hogy ez az egészben a legszomorúbb és a legirritálóbb. És ezért gondolkoztam el rohadtul, hogy hogyan kellene ezt a videót megközelíteni. Természetesen rage módban, mert valószínűleg én valami barbárkasztba születhettem, és állandóan maxon van a rage pointom. Most minden olyat megtesz a Varga Judit ezzel a lejárató kampánnyal, aminek igazából ő csak részese, mert nem ő találja ki, hanem a Rogán művek találja ki ezt a fajta lejárató kampányt, hogy kit, mivel lehet megfogni, és hát a Magyar Pétert az ex-feleségével teljesen egyértelmű, de hogy most minden olyan megtörténik, amit normális esetben, ha nem a Varga Judittal történik, akkor felbaszna az agyamat. És ezért olyan keserédes nekem ez a dolog. Mert őszinte leszek, tegyük föl egy pillanatra, hogy ez igaz. Én sosem mondanám azt, bármennyire is ellene vagyok a Fidesznek, sosem mondanám azt, hogy bárcsak ezeket a fideszes nőket jó megverné valaki. Mert nem kívánom nekik. Nem kívánok nekik abúzív társat, nem kívánok nekik nemi erőszakot, nem kívánok nekik, nem tudom, elhalt magzatot. Tehát, hogy semmi olyat nem kívánok nekik, ami ilyen főleg nők only, és a lehető legrosszabb kimenetelei nőnek. Semmi esélyt nem. Viszont a helyzet az, hogy ha ez nem Varga Judit lenne, akkor ezt az esetet így senki nem venné komolyan, hiszen nem akkor áll elő vele, amikor történt. És ugye a legtöbb esetben, amikor ilyesmi történik, most tök mindegy, hogy családon belüli erőszak, tehát ilyen verés, vagy nemi erőszak, mert ugye az első dolog az mindig az, hogy hát miért csak most? Miért nem azonnal? Miért csak most? És ugye a kérdés itt is felmerül, hogy miért azután, hogy elváltak, és a Magyar Péter úgy döntött, hogy nyilvánosságra hoz dolgokat. Hiszen ha Varga Judit ártatlan, akkor neki nem kell félnie. Miért csak most jött elő ezzel a dologgal? Csak hogy a helyzet az,
És ezt a sok propagandista elfelejti, amikor így nagyon védi a Varga Juditot, hogy Varga Judit nem csak egy nő, nem csak egy bármelyik magyar asszony a sok közül. Ő egy politikus. Ő egy olyan politikus, aki éppen a regnáló kormány élvonalába tartozik. Egy olyan politikus, aki olyan dolgokat lát, hall, tussol el, amelyeket így egy általában egy egyszerű asszony nem lát, hall, tussol el. És a legfontosabb, hogy egy olyan nő, aki a NER politikusi pályáját egész végig mással nem töltötte, mint hazudozással. Ő a nő, aki farkast kiáltott. És utána meglepődik, hogy amikor ne adj Isten, tényleg jön a farkas, senki nem hisz neki. 1% esélyt adok arra, hogy Varga Judit igazat mond, de csak azért, mert nem szeretek valamire olyasmit mondani, hogy ez 100%-ban igaz, úgyhogy ezt az 1% esélyt megadom neki. De 99% biztos vagyok benne, hogy ez nem történt meg. Hogy ez abszolút nem történt meg. És akkor egy másik pontja a dolognak, hogy azért a Magyar Pétert se kelljen félteni. Többször előkerült az, hogy házastársról titokban hangfelvételt készíteni, ez mekkora gyász dolog. Ez tény és való, ez egy nagyon gyász dolog. Péter természetesen tudta, hogy Varga Judit beszélni fog neki dolgokról, hiszen Péter is látott, hallott mindenfélét, ő is benne volt a krémjében. Judit megbízott Péterben annyira, hogy beszél neki nyíltan, abszolút nem gondolta arra, hogy esetleg ez felvételre kerül. És hogyha ők egy sima, hétköznapi házaspár lennének, akkor én is azt mondanám, hogy ez mekkora egy béta csávú ér, tehát hogy valaki ilyesmit csinált, ütném nagyon. Csak hogy ők nem egy sima, átlagos magyar házaspár. Gyakorlatilag élvonalbeli politikai szereplők. Az éppen aktuálisan hatalmon lévő, urambátyám rendszert alkotó, az emberek adóit ellopó és saját zsebre tévő rendszernek a részesei, és ennek mindenfajta előnyt élvezői. Hiszen ők nem azok, mint például a megafonosok, hogy kapnak egy kis támogatást, egy pár milliót így Facebook reklámozásra, de nekik annyira sok nem folyik a zsebbe, nekik nincs jaktjuk, meg ilyen, nem tudom, nem luxuskorváznak, meg nem kokainoznak, mert ők azért annyira nincsenek benne. Ők kiszolgálói ennek a rendszernek, akik úgy érezhetik, hogy benne vannak a krémben, de igazából fentről mindenki lenézi őket. A Varga Judit, meg a Magyar Péter az ott volt benne. Akik között a milliárdok oszlanak el. Akiknek a családja között földek, cégek, politikai posztok lettek kiosztva. A Magyar Péter is így jutott politikai szerephez. Ugye az asszony azt mondta, hogy itt van már ez a jó madár, adjatok már neki valamit azért, csak ne legyen már munkanélküli, csak ne tartsa már itt ezt a nagy keresztény családot, a férfi is hozza már haza valami pénzt, azt odabasztak neki valami pozíció. Ők nem egy átlagos házaspár. Úgyhogy ha bár egy csicska mozdulat, az, hogy felveszed a magánbeszélgetésedet, és természetesen ez nem fogja a bíróság, ha eljut rendesen bíróságra az ügy bizonyítékként szerepelni, mert a Varga Judit nem egyezett bele, hogy felvétel készüljön róla, és ilyen esetekben ezt a bíróság nem fogadja el. Ez a felvétel is csak is kizárólag azért történt meg, hogy a nyilvánosság kapjon egy kis ízelítőt abból, hogy a Magyar Péter miket tud, és hogy azon belül is megmutassa a népnek, hogy a Varga Judit is igenis tud a dolgokról. És nem csak egy ilyen kis bábuka, aki így ott van, aki szép, elmondhatjuk, jaj, első női ilyen-olyan-amolyan, mint a Novák Katalin, tudjátok, mennyire szégyellem? Hogy Magyarország első női között pont ilyenek vannak. Pont ilyenek! Érted? Ünnepelnünk kéne, hogy első magyar női köztársasági elnök, az ilyen. Hát dír, félek, milyen lesz majd talán 150 év múlva az első női magyar miniszterelnök ezek után. Tehát, hogy így is kevés nő van a magyar politikában, de akik ott vannak, azoknak a 99%-a akkora sutyerák, hogy az valami elképesztő. Nem tudom azt, hogy jó nőként büszke vagyok, hogy én is reprezentálva vagyok hol? Mert hogy ott nem. Mert hogyha az összeset összeadjuk, talán van annyi kupontjuk, mint nekem, baszki. Pedig én hülye vagyok, mint a seg. De ettől én nagyon ki vagyok borulva, csak úgy mondom. Szóval ez a hangfelvétel elég csicska mozdulat volt, viszont
ez így kellett így bedobni a népnek, mert különben az egész csak annyi lett volna, hogy Magyar Péter ezt mondja, a Varga Judit ezt mondja, és akkor ha fideszes ugye Juditnak hiszel, ha nem akarsz fideszes lenni, akkor a Magyar Péternek hiszel, és akkor is szépen egymásnak mehetnek az emberek, és hergelhetjük egymást, hogy én ezt mondom, a másik ezt mondja, és akkor nagyon fasz, majd valaki dönts el. A bírósági anyagokkal kapcsolatban pedig ezek nem fognak csak úgy nyilvánosságra kerülni. Tehát annyi olyan nyomozati anyag, irat, akta, stb. Van, amit nyilvánosságra kellene hozni, és nem fog megtörténni. Például ez a hangfelvétel, ez tényleg erre volt jó, hogy egy kis betekintést nyerhetünk abba, hogy zajlanak a dolgok a NER-ben. Mert különben, ha csak mondja valaki, az senki nem fogja elhinni. És ha már a hangfelvételnél tartunk, én nagyon-nagyon szeretném előterjeszteni a Varga Juditot valami Oscar-díját adóra. Itthon milyen színészi Karinti Gyűrű? Mi az, nem jut eszembe, hogy melyik az pontosan, amit ilyen nagy nemzet színészei kapnak. Én arra szeretném előterjeszteni, mert csodás előadás. 10 per 10. Hiányolok egy kevéske könycseppet, tehát a Tóth Gabi kicsit jobban tud sírni, amikor meginterjúztatják őt. Egy kicsit túl lazán ülott, mert hogy nem vagyok szakértője a testbeszédnek, de ha valaki bántalmazás áldozata, és mondjuk egy jó ideje bántalmazás áldozata, az úgy látszik. Tehát, hogy nem olyan mosolygós, ha eddig az volt, az önbizalom csökken, összép húzza magát, kevésbé mer megszólalni, mindig lesüti a szemét, de tényleg nem egy magabiztos megjelenése van, visszahúzódik, inkább rögtön hazamegy munkából, nem nagyon beszélget senkivel, tényleg csendesebb, esetleg random helyeken, random villafoltok vannak, amiket furcsán magyaráz. Leestem a lépcsőről, átestem a kutyán, stb. Erről a kutyáról amúgy eszembe jut a vakkomondor, ugye, ami hát nagyon szépen ki lett magyarázva és el lett tussolva, pedig ugyanúgy családon belül erőszakról szól. Érdekes. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Szóval ennek vannak jelei, és például a hangfelvételen Judit állításával szemben nem az hallatszódik, hogy ja Istenem, jó van, csak ízlél, csak gyorsan, csak valami, csak igen, hanem mint hogyha én most, te meg én így beszélgetünk, iszunk egy kávét, ja, kézzed a munkába, ez történt, ja, én meg azt mondtam, te meg azt mondtad, egy teljesen zavartalan, egymásra nem haragudó konyhai beszélgetés történik. Semmi egyéb. Ülnek a kanapén, vittem én, hogy hol vannak, csak így megkérdezem, és akkor, amúgy hogy is mondtad, mi is volt? Ja, igen. Az interjúba se... Hú, az interjú. Gyerekek, mire azt végig szenvedtem. Az interjúban sem azt éreztem, hogy itt most valami tényleg egy olyan dologról beszélek, ami megviselt, lehet, hogy a gyerekeimet is meg fogja viselni, de most már túl vagyok rajta, mert hát nem érzelmileg, meg lelkileg, hanem úgy külön vagyunk, és hogy most már van erőm beszélni, hanem mint akivel így begyakoroltattak egy ilyen szomorú szöveget, és így elmeséli. És a helyzet az, hogy több helyen olvastam azt, hogy hát lehet, hogy mégis van abban valami, amit a Varga Judit mond, mert nagyon specifikus dolgokat mond. És hagyd mondjak el valamit a hazugsággal kapcsolatban. Egy jó hazugság akkor fog igazán átmenni, és akkor fog nagyon hihetőnek tűnni, hogyha egy rész benne az valóságos. Na már most, hogy melyik rész benne valóságos, az egy jó kérdés. Lehet, hogy a bántalmazós részt nem tudom, de Varga Judit nem így viselkedik. Persze itt most magam ellen beszélek, mert arról is beszéltem már, hogy attól, mert valakit bántalmaznak, nem feltétlen fog úgy viselkedni, ahogy azt az emberek elvárják. Nem mindenki lesz a már általam elmondott visszahúzódó, stb. Ehhez hát valakinek ilyen-olyan alkata van. Viszont akinek nagyon erős személyisége van, erős igazságérzete van, és nagyon úgy érzi, hogy na, álljunk már meg, azt eddig meg ne tovább, az nem fogja ezt feltétlen évekig tűrni. És ezt most nem azért mondom, hogy
Mert aki évekig tűri, meg nem tud belőle kijönni, az ilyen gyenge, mert nem, csak szimplán mindannyian más személyiségek vagyunk. Ugyanúgy, hogyha mit tudom én, nyáron a villamoson valaki alányul a szoknyámnak, én ott helyben elkezdek üvöltözni, akár mindenkivel, akár megállítatom az egész kurva villamost, és addig üvöltözök, amíg az a nyomorult ember le nem vágja a saját kezét ott előttem. Más viszont megfagy, lefagy, megijed, stb. Nem vagyunk ugyanilyenek. Úgyhogy még esetleg azzal is lehetne magyarázni a viselkedését, hogy alkatilag a Judit az teljesen más, de még mindig szeretném, hogyha a fejekben lenne az, hogy ő nem egy akárki. Tehát, hogy biztonsági őrök, titkosszolgálat, az egész fucking kormány, maga Orbán Viktor áll mögötte. De, és ez a Fidesznek egy nagyon-nagyon rossz húzása. Amúgy ez az ügy, mert tegyük föl, vagy igaza van a Juditnak, és ez megtörtént, vagy sikerül ez a lejárató kampány Magyar Péter ellen, és mondjuk egy bírósági döntés keretében az a döntés születik, hogy Juditnak van igaza. Akkor ez a nagy családbarát kormány hol volt egészen eddig? Mert hogy Judit a belső kör tagja. Ő nem valami, mit tudom én, mucseröcsöge, polgármestere valahol a faszonba, hanem még ott van benne a krimében. Ő az elitnek a tagja. Ne mondja már nekem senki, hogy senki nem tudott róla. Senki, abszolút senki, nem is sejtették, hogy ez történik a színfalak mögött. Mert hogyha ez így van, akkor a kormány nem családbarát, mert nem figyel oda azokra, akik a szemük előtt van. Mert az, hogy Jóska Pista mucsaröcsögén megveri az asszonyt, és nem derül ki évekig, az előfeldül. Az, hogy így minden nap együtt dolgozok, együtt ebédelek, együtt jaktozok, együtt lopom a pénzt valakivel, és soha nem derül ki, hogy őt mondjuk verik otthon, soha nem mondta el senkinek, az azért elég furcsa. Kettő, hogyha ez tényleg így történt, az olyan azért van, mert nem bízott meg senkiben annyira a kormánytagjai közül, hogy elmondhassa nekik. Hoppárépa! Mert ha ez így van, az megint csak nem jó a Fidesznek, hogy a legfelsőbb kör Orbán Viktor és bandai, akit istenít a nép, az nem megbízható. Hogy a Varga Judit ne tudott volna oda menni, hogy figyelj már, srácok, bajba vagyok. Valamit csináljunk már. Csak miután elváltak a Péterrel. Nem akarok nagy hülyeséget mondani, de a Varga Judit az hierarchia szempontjából nem volt magasabban, mint a Magyar Péter amúgy. Hogyha így a beosztásokat meg ezért nézzük. Ha nem így van, úgyis kiírom, hogy hülye vagyok, tévedtem, de hogy ez az egész lejárató kampány, ez bárhogy fog elsülni, ez a Fidesznek rossz lesz. Nagyon-nagyon-nagyon rossz. És tudjátok mit, bazdmeg? Meg is érdemlik. Ennyi hazudozás, meg sikamika, meg lopás, meg mi anyám Isten után. Meg is érdemlitek, bazdmeg. Mind megérdemlitek. És mondom, a Magyar Pétert még nem tudom teljesen hova tenni, de azért örülnék neki, hogy itt változást tudna hozni valamilyen formában. Ha nem is ő lesz a következő miniszterelnök, nem hiszem, hogy alkalmas rá, legalábbis eddig nem úgy gondolom, aztán majd meglátjuk, hogy mi a tosz történik, mert itt most már bármi történhet tényleg. Minden nap izgalmakat hozhat, de hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy azért megpróbál nem véletlen kiesni egy ötödik emeleti lakásból egyszer csak, és mondjuk lesz tényleges bírósági ítélet, és lesz jó pár atombomba, amitől még akár egy fideszes is, egy ilyen jó tőzsgyökeres vidéki fideszes is elgondolkodik azon, hogy itt lehet, hogy valami baj van, gyerekek. Lehet, hogy ez mégse olyan tökéletes, mint ahogy eddig gondoltam. Lehet, hogy a kormány hazudott nekem? És mondjuk elgondolkodik. Én ennek nagyon örülnék. Ha már csak ennyit el tud érni ezzel az egész dologgal, akkor én már boldog leszek. Mert nekem sose az a bajom, habár úgy tűnhet, tény, hogy valaki mondjuk fideszes, mert abban az ideológiában hisz, nekem az a bajom, hogy ezek az emberek borzasztóan agresszívak, hergelnek, egymás torkának esnek, fiatalok, idősek, nők,
férfiak, gyerekek tényleg szét tudják egymást szedni az interneten, és nem képesek arra, hogy rendes, normális kommunikációt vigyenek véghez. És hogyha ténylegesen nem kell, hogy szeresd a momentumot, nem kell, hogy szeresd a mi hazánkat se amúgy, mert azokat se szeretem, de hogy ők legalább, hogyha kérdezel tőlük valamit, valami értelmes, egybefüggő dolgot tudnak válaszolni, amiből látszik, hogy az ő saját gondolatmenetük. Egy fideszes több az meg nem tudsz kérdezni, mert hogyha nem vagy fideszes, akkor mint egy papagáj, ha meg fideszes vagy, akkor meg az előre betanult szép kérdéseket teszed fel, amire kapsz egy szép választ, és úgy tűnik, hogy minden jó. Ez nonsense! Nonsense! És ezért nem értem, hogy valaki hogy a faszba tud úgy fideszes lenni, hogy ezt így tényleg teljességgel elhiszi. Na mindegy. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Írjátok meg a véleményeteket odalent a komment szekcióban. Nem tudom, hogy azóta, mióta most felveszem, és majd kirakom ezt a videót, milyen új dolgok kerülnek ki, de majd, hogyha ilyen nagyobb dolgok lesznek, úgyis pofázok róla. Ha pedig nem szeretnél ezekről lemaradni, akkor iratkozz fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!